Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Háborús veszélyhelyzet. Orbán Viktor keddi tájékoztatásának megfelelően 0 órától életbe lépett a rendelkezés. Vitályos Eszter, térségünk képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese lett. Szentendrei Városi Balesetmegelőzési Bizottság. Ma délelőtt tartották a 2022. év első félévi bizottsági ülését a rendőrkapitányságon. Orbán Viktor keddi tájékoztatásának megfelelően 0 órától életbe lépett a háborús veszélyhelyzet. A rendelkezés a magyar közlönyben is megjelent. A rendelet szövege szerint a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Az alaptörvény 10. módosítása szerint, ha egy szomszédos országban fegyveres konfliktus vagy háborús helyzet van, a kormány veszélyhelyzetet hirdethet ki. A magyar közlönyből az is kiderül, hogy a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet június 1-ével ér véget. Vitályos Eszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese lett. Tisztelt választók, drága Pilis Dunakanyar! Ma hivatalossá vált, hogy miniszterhelyettes lettem. Csák János, kulturális és innovációs miniszter kért fel erre a feladatra parlamenti államtitkárként. Politikusi munkám során ez a 3. államtitkári megbízásom. Olvasható dr. Vitályos Eszter, Pest megye 3. számú választókerület képviselőjének közösségi oldalán. Dr. Vitályos Eszter így folytatja. Ez nem egy cím, és nem egy titulus. Ez egy óriási, megtisztelő és felelősségteljes feladat, amit a legjobb tudásom szerint minden erőmmel és a ti támogatásotokkal fogok végezni. Megkaptam a lehetőséget, hogy a kisebb tetteket nagyobbak kövessék, és hogy innen, a Pilis Dunakanyarból egész nemzetünk kulturális értékeit, családszeretetét, a jövő generációját, vállalkozó szellemét és előremutató, innovatív ötleteit képviselhessem, óvhassam és fejleszthessem. Minden Pilis Dunakanyari honfitársam képviselőjeként leszek a kulturális és innovációs tárca miniszter helyettese és parlamenti államtitkára. Vitályos Eszter tehát Csák János innovációs és kulturális miniszter munkáját segíti majd a jövőben. A Szentendrei Városi Balesetmegelőzési Bizottság ma délelőtt tartotta a 2022. év első félévi bizottsági ülését a rendőrkapitányságon. Az értekezleten ismertették a tavalyi és az idei év eddigi időszakára vonatkozó baleseti helyzetet, az idei év balesetmegelőzési feladattervet, amely Budakalász városát is érinti. A Szentendrei Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottság május 25-én tartotta a soron következő ülését. Budakalász is a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, amelynek székhelyén Kraut Ferenc rendőr alezredes, kapitányságvezető, a Balesetmegelőzési Bizottság elnöke nyitotta meg az értekezletet, amelyet jelenlétükkel számos tag is megtisztelt. A Szentendre Városi Balesetmegelőzési Bizottság évente kétszer tart legalább ülést, hogyha nincs olyan rendkívüli esemény, ami miatt szükséges lehetne többre, akkor nyilván többet. A tagokat pedig úgy választottuk meg, hogy akik a közlekedés biztonságában bármilyen módon tudnak segíteni, illetve előrébb vihetik a bizottság munkáját, akkor azok vegyenek részt, mint közútkezelők, illetve idősek képviselői, iskolák, óvodák képviselői, és így próbáljuk megelőzést minél hatékonyabban végrehajtani. Gulyás Anita rendőr alezredes az ülésen ismertette a 2021. évi és a 2022. év eddigi időszakra vonatkozó baleseti helyzetet is. A 2021-es évről nagyon röviden esett szó, hiszen már a 2022 évben bőven benne vagyunk, de szerencsére elmondható az illetékességi területünkről, hogy 3 éve folyamatosan, ha nem is csökkent, de stagnál a balesetek száma,
mélysérüléses balesetek száma, és ez mindenképp jónak mondható ahhoz képest, hogy folyamatosan nagy mértékben nő a területünkön áthaladó, illetve a területünkön közlekedő gépjárművek száma. A közlekedési balesetek számának csökkentéséhez nagyban hozzájárul az ittas járművezetők kiszűrése, amely az egyik legfontosabb közlekedésbiztonsági feladat. A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai gyakran tartanak finn módszeres ellenőrzéseket, múlt héten például az 595 szondáztatás során 4-en akadtak fenn. Én azt gondolom, hogy ez egy összetett feladat, hogy minek köszönhető az, hogy a számok ezt mutatják. Nyilván én szeretném kiemelni, hogy én nagyon bízom abban, hogy a közlekedési kultúra is, ha nagyon lassan, sokkal lassabban, mint ahogy szeretnénk, de folyamatosan emelkedik, illetve próbálnak az emberek toleránsabbak lenni egymáshoz, hiszen ez a célunk, hogy ezt elérjük, akkor fog igazán csökkenni a balesetek száma, de nyilván rendőri tevékenység, illetve balesetmegelőzési tevékenységgel is azon vagyunk, hogyha önállóan nem megy elkerülni a baleseteket, akkor ebbe hatékonyan segítsünk. Ilyen például ez a FIM módszeres ellenőrzés, ami ugye az ittas járművezetők kiszűrésére szolgál. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos helyen, akár rövid időre is, de minden gépjárművezetőt ellenőrzünk, ittasság szempontjából, illetve légalkohol mintát veszünk, és hogyha valaki pozitív eredményt produkál a készülékekbe, akkor ott a helyszínen el is járunk vele szembe, illetve még vagy aznap, vagy másnap kihallgatásra kerül, és rövid időn belül a bíróság dönt is az ügyében. A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékes területén a jövőben is tartanak hasonló ellenőrzéseket, amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság növelése. A bizottsági ülésen elhangzott egy meghökkentő eset is, egy járművezető édesanyját állították meg, aki pozitív eredményt produkált. Sajnálatos módon a személyisérüléses balesetek számánál elmondható, hogy nagy mértékben nőtt az ittasan okozott balesetek száma a területünkön. Ezt próbáljuk ezzel a tevékenységgel visszaszorítani. A megdöbbentő az, hogy nemhez, korhoz, időponthoz, helyhez nem köthetőek ezek az események. Mint ugye régen, 10 évvel ezelőtt még a kisebb elkerülő, kisebb forgalmú utakon lehetett ittas járművezetőt fogni, most bárhol, és bármelyik napon, bármelyik napszakban, tehát reggel 7 órakor szerdán, amikor azt gondolná az ember, hogy mindenki dolgozni megy, sajnálatos módon ilyenkor is vannak ittas vezetők a közutakon közöttünk. Én azt gondolom, hogy ez kimagasló nagyfokú felelőtlenség. Tehát már az is felelőtlenség, hogy valaki ittasan ül be, hiszen nem csak saját magát, hanem másokat is veszélyeztet ezáltal, de az, hogy már a saját gyerekeit is veszélyezteti valaki, hogy ilyen állapotba gépjárművet vezet, az azt gondolom, hogy még számunkra is nagyon-nagyon megdöbbentő. Nagyon gyakori, ugye szinte mindenki erre hivatkozik, hogy előző este fogyasztott alkoholt, fogyókúrázik, ezért nem evett, és valószínűleg ezért mutat többet a szonda. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ha bulizik, mert nyilván azt kell, és főleg jön a nyári időszak, akkor utána legalább 24 órát ne vezessen gépjárművet, mert az előző esti kiruccanás, illetve kihágás az még másnap reggel mindenképpen a szervezetben van, és még ez a kisebbik gond, hogy a szervezetben van, hanem kihatással van a biztonságos vezetésre. Gulyás Anita az értekezleten az idei év baleset megelőzési feladat tervéről, sikerekről is beszámol. Mindenképp büszkék vagyunk arra, hogy folyamatosan csökken a balesetek száma, még ha kismértékben is, de csökken a balesetek száma, mint az előbb is említettem, annak ellenére, hogy a gépjárműforgalom egyre nagyobb, és ezt nyilván mindenki érzékeli is. A másik nagyon fontos, és számomra nagy büszkeséggel tölt el, én 28 éve dolgozom itt ezen a kapitányságon, hogy még 10-15 évvel ezelőtt, ha elmentünk egy iskolába vagy óvodába, és kérdeztünk a gyerekektől kresszel kapcsolatos kérdést, nem tudtak rá válaszolni. Most már fel sem kell tennünk a kérdéseket szerencsére, és a gyerekek már folyamatosan mondják a kressz szinte az elejétől a végéig, és bízom benne, hogyha ez a korosztály felnő, akkor ők már pontosan olyan szabályosan fognak közlekedni és balesetmentesen, hogy nekünk nem lesz semmi dolgunk, illetve az utódaimnak. A Balesetmegelőzési Bizottság célja a biztonságos közlekedésre nevelés, annak megszilárdítása és javítása érdekében.
egy pillanatig sem szeretnénk, illetve tudunk pihenni, nem is akarunk. Én azt gondolom, hogy a fiatal korosztályt folyamatosan kell ahhoz tréningeznünk, hogy úgy nőjenek fel, illetve olyan felnőtt gépjárművezetőként váljanak, hogy valóban olyan közlekedési kultúrájuk alakuljon ki, ami megfelelő és balesetmentes, illetve járőri tevékenységgel is azon vagyunk, hogy visszaszorítsuk azokat a szabálysértőket, akik azt gondolják egyébként, hogy ők profin vezetnek, el tudnak kerülni minden balesetet, de ha a veszélyes szituációba kerülnek, akkor már nem olyan egyszerű a helyzet. A délelőtti értekezleten a résztvevők elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat is a 2022. évi baleset megelőzési tevékenységhez. A szépkorúak részéről hangzott el az időskorúak részéről, hogy jó lenne, hogyha ilyen nyugdíjas találkozókra többet tudnánk elmenni, és ott az idősek figyelmét felhívnánk arra, hogy ennek a korosztálynak mik azok a speciális részei, amivel foglalkozni kell ahhoz, hogy egyáltalán valaki felismerje magáról azt, hogy alkalmas-e még gépjárművet vezetni, illetve már érdemes lenne átengedni fiataloknak, vagy áttérni a tömegközlekedésre, hiszen nem szívesen engedi el senki az önállóságot, és főleg azt, hogy másra kelljen hagyatkoznia, és ezt nagyon szívesen meg is tesszük. Hozzáteszem, eddig is megtettük, de mivel erre több igény van, ezért többet fogunk menni. Szentendreváros Balesetmegelőzési Bizottságának közösségi oldalán megtalálják a térséget érintő híreket, információkat, valamint az iskolai ünnepi közösségi rendezvényekről készült képeket és videókat is. Horváth Erzsébet, Love veletek című könyve egy rég elfeledett szerelmi kapcsolat perzselő történetét mutatja be. A könyv bemutatóra május 31-én várja az érdeklődőket és az olvasni vágyókat a Budakalászi könyvtárba. A könyv főhőse Nelly a budapesti tanárnő. A történet elején egy osztály találkozóra siet, egy hét múlva pedig érdekes üzeneteket kap. Horváth Erzsébet a váratlan életeseményeit mutatja be a kötetben, és a főszereplő visszaemlékezései vezetik a történet szálat. A könyvem a címének megfelelően Láv veletek a címe, egy budapesti tanárnő visszaemlékezései az elmúlt évtizedekre, egészen a 70-es évekig visszamenőleg. Ez a budapesti tanárnő egyszer egy váratlan élményben részesül, két levél van a postaládába, két szép fehér magánlevél, ami azért elég ritkaság, ugye a 2000-es évek közepe tájékán, és az egyik egy esküvői meghívó, a másik pedig egy osztálytalálkozóra szóló meghívó, egy 40 éves osztálytalálkozó. Hú, hogy is lehet ilyesmi, van ilyen? Szóval ez teljesen felkavarja. Nos, úgy dönt, hogy az osztálytalálkozóra megy el, azaz a múlt felé fordul, tehát visszaemlékezik. És a régi kisiskolai világa felidéződik, amikor egy olyan iskolába járt, ami egy kastélyban működött, ahol toronyszoba volt, titokzatos pince, és park az iskola körül tele televényekkel, ösvényekkel. Visszaemlékezik erre a kisiskolára, milyen jó volt akkor, még ha szegénység volt, nélkülözés, akkor is jó visszaemlékezni, mert az övé, csak az övé, mert az a múlt. Aztán visszaemlékezik arra is, hogy hogyan kezdte a pályáját, hogy micsoda csalódások érték, mert a gyerekek nem is voltak olyan nagyon kezesek és olyan kedvesek, amilyennek ő gondolta. El kellett fogadnia, hogy hát ez így működik, ilyen ez a pálya. Szóval ebből is látszik, hogy én a pedagógus pályáról létről nem úgy írok, ahogy a közbeszédben erről megszólalnak hivatalos emberek, nyilván nekik más is a dolguk, hanem egy közvetlenebb módon, ahogy ezt egy tanárnő megélheti a maga életében, hogy milyen is volt jó pár évtizedet eltölteni a pedagógus pályán. De nem csak ennyiről van szó, a címnek megfelelően a tanárnő visszaemlékezik a magánéletére, szerelmeire, csalódásaira és a tévedéseire, amiket felidéz magában, és nyilván rájön, hogy hol is tévedett, de ez nem
ő menti meg őt attól, hogy újra ugyanúgy ne tévedjen. És akkor elérkezünk a könyv második részéhez, ahol belépünk a most világába, tehát a 2010 utáni világba, amikor egy osztálytársal összejön, és SMS-eken keresztül teremtődik egy kapcsolata, ami azért úgy elég meglepő, de létező dolog mégis. Ezt mesélem el a történetben, még mindig benne vagyunk ugye az iskola világában, hogy hogyan is zajlik ez valójában. A könyv írása hosszú folyamat. A kiadáshoz a kellő támogatást megkapta az író, így a megjelenés után a könyv bemutatóra is sor kerül. 2015-ben írtam meg ezt a regényt, és aztán utána többször átmentem rajta, javítgattam, megváltozott a szerkezet, a történet. Hosszú évekig úgy írtam, hogy magamba zártam a dolgot, és nem vertem nagy dobra, nekem ez pontosan így volt jó. És tavalyi év során küldtem el egy pályázatra a regényemet, ezt a regényt választottam, mivel hogy az első volt, tehát valami sorrendet így adtam neki. És aztán támogatást nyertem a kiadó részéről, és aztán már kellett újra vele foglalkozni, újra átmenni a szövegen, egy szerkesztő, ő foglalkozott vele, tehát így ő, lehetett volna más is, lehetett volna más téma is, de ez került sorra, hogy úgy mondjam, biztos nem véletlen, mert hogy az nincs. A könyvnek a bemutatója május 31-én, kedden, 6 órakor lesz, ahova szeretettel várok mindenkit. Remélem, hogy leszünk sokan. Sokan jelezték, hogy eljönnek. Mindenkit várok, minden felnőttet, aki érdeklődik a könyv iránt. A könyvről fogok beszélni, írásról, régi iskolámról, és közben szeretném a hallgatóságot bevonni ebbe az esti kellemes másfél órába, amikor emlékezésre serkentem a ott jelenlévőket, és kérdéseket teszek fel. Szóval szeretném, hogyha egy együtt gondolkodás is lenne ez a másfél óra. Soha nem volt könyvbemutatóm, úgyhogy teljesen e tekintetben előítéletektől mentesen magam szakállára látok hozzá. Ehhez a dologhoz. Hogy vajon a főhős képes-e az új szerelemre, elköveti-e a korábbi hibákat, mindez kiderül a regényből. A Láv veletek könyv bemutatója május 31-én lesz a Budakalászi könyvtárban. Végül a várható időjárásról. Csütörtökre a hideg front átvonul, mögötte napos gomoly felhős időre készülhetünk, számottevő csapadék nélkül. Kora reggel 11-17, délután 24-29 fok várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. Orbán Viktor keddi tájékoztatásának megfelelően 0 órától életbe lépett a háborús veszélyhelyzet. Vitályos Eszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese lett. A Szentendrei Városi Baleset Megelőzési Bizottság ma délelőtt tartotta a 2022. év első félévi bizottsági ülését a rendőrkapitányságon. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!